Nem. Mi? Nem. Te hol vagy? Ott már megesszük az óvodába. Na. Ő itt az egyetlen távolsági. Őt kéne első körben semlegesítenünk. Lehetne neki csatabárdot küldeni, vagy rá. Meg ugye itt a megtanult varázslatok mi itt a pokoljárás után. Területre is hathatunk. Gonosz szemlélőkből 10-21, végülis ez elég jó. Csak iszonyat sok manába kerül. Tizenöt. Hát maradjunk a csatabárnál. De előtte... Érkező köpet, gonosz raj, hát... Három, négy. Repülés közben. Hát vele várakozzunk egyet, akkor azt mondom. Ő vele is. Kis sárkik. 3-4? Ha, mindegy. Semminél több végül is. Alapból rajta van most már egy tűzsebzés. Ezt még felturbózhatjuk egy ilyennel is. Ez kellemetlen.
Mennyi HP-d van? 700. Hát próbáljuk meg. Lefejeljük. 126. Ó, hát... Gyerekjáték. Aha. Hát most bevállalunk egy mutatványt. És még üthetünk is. Nem, még mehetünk is. Ez tök jó. Azt hittem, hogy ott véget ér a mozgáspontja, de nem. Jön egy újabb kör, és akkor én amondó vagyok, hogy mehet most már itt a szemlélőnek a lefejezése. Ő neki még bemosunk egyet, vagy... Kis mana forrás. Ó, basszus, mindenképpen lépnem kell. Jó, nem gond. Egyébként itt egy rajt is tudnánk. Ez nem az igazi. Akkor viszont még egyelőre várakozunk. Várunk védelembe. Oké. Hát oda küldünk azért egy gyógyítást. Biztos, ami ziher. 800 HP-ja van, ő csak nem fog kifingani. Azért meg kell itt gondolni a lépéseket, attól függetlenül sárkányai vannak, mert sok az a 700-800 HP, de azért annyira nem, hogy egy mondjuk ne pusztuljon el, hogyha szarul taktikázik vele az ember. Célpont elfogása. Aha, ezt itt most nem tudom alkalmazni. Nagyszerű. Aj, ezt rosszul csináltam. Ez így átmegy az egységen, és a sajátomat is sebzi.
382, ott muszáj vagyok egyet healálni sajnos. Na most nem jó a beállásunk. Kettő. Áj, pont lement belőle egy. Egy alkimista. Én most már viszont kénytelen leszek. Ezt 602, 610, ezekkel jól állok. Kénytelen leszek támasztani. Egy 6 darabot fogok tudni vele. Oké. 910. 679, olyan nagy gondja azért. Neki már nem eshet szerintem. Ezt bírom, hogy oda húzza. Tudok egyet feltámasztani. Így akkor az alkimisták is megmaradnak. Szuper. Gyűjtünk egy kis póktojást. Sajnos még nem intéztem a mutáns pókot, sajnálom, az még egy idő lesz. Kérdés az az, ha az óriásokból is már lehetne 5 darab nálam. Viszont amondó vagyok, hogy kezdjük el leigázni ezt a lovagló csizmát, mert már jó ideje itt van velünk, és nem tudjuk kihasználni, mivel a tárgy maga átkozott. És én ezt már nem akarom tovább nézni. Ó, mondjuk azt megvárhattam, hogy legyen manám. Azt mondjuk nem figyeltem. Viszont van harag nálam. Szóval nem jól állnak ezek az egységek ahhoz, hogy rankon ki tudjam használni a dolgot, de...
kapott. Gyengeség. Minimális sebzést ad. Hát akár le is vehetem róla ezt az átkot. Mégpedig úgy, hogy hatástalanítás. Oké. Jöhet egy kis support. Az egész pályát igazából le tudja uralni a sárkány, mert igen nagy mozgáspontja van. Bárhova odaérünk vele. A végén lepermetezőzöm. A vagló csizmana nézzük. Már sok értelme nincs, gondolom. Kalózok tolvajok sebesség 10% nevű harcok után kapott arany mennyiségét. Csodás. Vannak ugyebár rúnáink is. Kék varázsrúnából sajnos nem nagyon van. Pedig ezt a koncentrációt kéne még tolnunk. Hát, vacilálok ezen, hogy azt most mennyire használjam. Őt legyakjuk, azt az óriást, kicsit várjuk, hogy várjuk meg, hogy töltődjön a mana mennyiségünk. Van
gonosz szemlélő. No, nézzük. Én itt most szerintem bevállalok egy olyat, mert úgy szimpatikus. Szimpatikus lenne ide egy... És kincses láda. Az pont immunis rá, de akkor is odadobom a mérget, mert így akkor beteríti mind a két mellette álló játékost is. Sárkányok felugranak a kis toporzékolásodra, kedves óriás. Annyira nem fog bejönni. Viszont az alkimistát az gyakják rendesen, úgyhogy mindjárt kap egy kis healt tőlem. Azt már lecsapjuk róla. Mi volt nála? Ilyen bányász jelvény? Az is egy questünk, ha jól emlékszem. Van belőle 8. Jaj, nála kell leadni a bányász jelvényeket. Amit meg kell küzdeni, még itt pár gyűt ment el, ahhoz, hogy meglegyen a kívánt mennyiség. Én megint nem tudok ellenállni itt a jó kis villámlásnak. Thank you.
Jobb betölti az ágyúba a golyókat. Vicces. Hú, egy 300-at azért lesebezett rólam, jó van. Na várjál. Megvan, mit fogunk csinálni. Lerohanom őket a sárkányokkal. Hogy lebaszott neki egyet. Na, töltsünk. A reptipegek. Az úgy nem lehet kellemes elevenen elégni egy sárkány tüze által. Meg úgy egyébként sehogy se. Na ennyi. Ezeket is letudtuk. Lehet, hogy lesz náluk jelveink, ki tudja. Nem. Nem volt. Mindegy, XP-re így is jó volt. Elég gyenge. Jöjjön csak utánunk, amíg feltölt a manám. És akkor még vele is megküzdünk. Most így jó, ezek a sárkányokkal úgy lehet haladni. Haladgatni. Gonoszra itt azért szerintem jól néz neki. Egy kupacba. És
Lehet, hogy nem tudok megint ellenállni a villámcsapásnak. Nagyon sok mana sajnos, de nehéz ellenállni. Na, te kire lősz? Uff. Ezt kaptuk. Lefejelte az óriás. Harap a kicsike. 30 mana, kicsit még gyűjtünk. Négyezer-négyszáz. Ez jó. Na. Lehet feltámasztani. Zsír. Gonosz raj. Hát azt fejlesszük szerintem. Jó lesz ez nekünk. De ennél se volt jelvény. Ez már aggasztó így. Mindegy, gyűjtögetjük az XP-t. Rendületlenül. Te itt mit akartál? Próba. Seregemnek teljesnek kell lenni. Ja, úgy teljes, persze.
Megnézzük ezt a próbát, miért ne néznénk meg, igaz? Csak töltődjön fel a mana. Na, még egy kicsit töltődjön. Jó. Erős vagy, de a sereged nem elég erős. Tere vissza akkor, amikor a katonáid felének... felérnek kapitányukhoz. Ja, értem. Akkor az számít nála teljesnek, hogy itt mindenkiből maximális egységszám legyen. Ó, de gagyi. Gagyi vagy, te törp. Akkor jövünk erre. Megnézzük erre, mit hagytunk ki, ha kihagytunk bármit is. Ez szerintem nem. Talán nem. Ez a quest, ez megvolt, igen. Ebbe az irányba pedig len. Van egy visszafordító. Kocsma. Vagy kovács műhely, bocsánat. Jó, visszamegyünk, megnézzük ezt a kaput. Nem bírtam még megjegyezni egyébként, hogy melyik ajtó hova vezet, ez... nézze el nekem mindenki. Tarombányái. Na, itt biztos, hogy fixen hagytunk ellenfelet szerintem, mert itt vannak ezek az ilyen... ilyen vájatok. És ezekben emlékeim szerint ilyen démoni cuccok valahol voltak. De akkor ez nem az. Milyen frankó ágyúik vannak. Kis cirádás. Ah, itt kezdődnek valami démoni szutyadékok. És kérlek szépen, ott van Hedok. Vagy Hadok. És állítólag azt írja a játék, hogy nagyon erős. Tudnék felvenni ágyusokat. Alig erősebb. Hát... megküzdjünk vele? Az alig erősebbel? Ez egy szintlépésnek fog felérni egyébként, mert... kis röhögő hiének keresztüzében a szemlélőt meggyepáljuk. Jaj, az is távolsági. Oly, rohagy meg. Szerintem csak a szemlélőt kell gyakni itt az elején.
erőset fog visszaütni, az nagyon valószínű. Hát igen, nem kicsit ütött vissza. Kell bele a heal. Most ez probléma. Némileg. Most nem tudom, hogy vele... Jöjjünk ide. Aha, nem tudunk úgy... Hát, akkor megütjük. Oké, oké. Most gyorsan a heal, mert veszítek sárkányt. Pillanatokon belül. Erősek amúgy, tényleg. Hát az alig erősebb, ez nem volt hülyeség. Ez valóban így van. Ez az alkimista, ez amúgy meglepően nagyokat sebez ezekkel a bombákkal. 238, ez anyád. Póktól félek még amúgy, az még nagyokat fog itt nekem osztogatni. Hién az mindig kapja ilyen másodszándékból az ívet. Ez jó. Hát most ez nagy talány, hogy kit kéne hílelni. Hogy egyelőre senkit, hanem... Jó, most már eldőlt a kérdés, hogy őt kell. Jaj. És őt nem tudom hílelni. Megint most jut eszembe, hogy ezt nem lehet. Fekete sárkány nem lehet. Akkor ki kell onnan hozni. És nem a fekete sárkányt ütötte. Ez csodálatos. A szentelt vizet miért nem tudom hozzávágni a démonhoz? Hát ez... Szerintem az neki nem tetszene. Én gyanítom, hogy ez neki nem esne jól. Oké, te gyere ide hátra.
Bevállalok én egy csatabárdot most már. Jó, ezért közelharcban akkorákat nem sebez, mint azt gondoltam. És azt nézzük meg, hogy jöhet-e esetleg már most a feltámasztás. Én azt gondolom, hogy jöhet amúgy. Ezt már kibekkeljük. Kilenc. Aha, akkor mégse bekkeltük ki. Egyet veszítünk a csatabárdosból, de így jártam. Viszont szintet lépünk. Plusz 6 mana. Gyűhet. Szívesen fogadjuk a plusz 6 manát. Itt már is visszatöltjük azt a plusz egyet. Törpe őr. Meg szeretnéd támadni palotát őrző ellenséges egységeket. Igen, csak előtte mentsünk. Ajaj.
No problémo. Az anyád. Ez kemény ez a démon. 22-28 és 200 HP-s. Anyád. Íj, meghalt a sárkány. De nem fogom visszatölteni. Beletörődök, hogy ez van. Aha, itt az a baj, hogy akkor saját egységem is. Nem tudom feltámasztani, feltételezem egy sárkányt, azért nem fog tudni. Ja. Az nem úgy megy. Kinyír még egy sárkányomat. Így folytatjuk. Nagyon jól játszatok csak a jéggömbbel.
Léci, mutasd meg, mert lekapcsolódott az internetről, és meg van zavarodva. Hogy kell
Na itt vagyok. Hogy áll a helyzet? Kell-e valakit hílelni? Nice! Szépet bemosott a kis goblinoknak. 3.40. Hát figyelj, hílelhetem valamelyik sárkányt végül is. Ja, de őt nem tudom, ugye. Ő meghalhatott volna basszus, mert őt egyébként sem tudom hílelni. Mindegy, hát ő is megnyúvad mindjárt itt a csatába. Hups! De legalább kinyírtuk a saját egységünket is, az is valami. Lesprézzük. Téged nem kell, dehogy nem kell támasztani, akkor ne viccelődjünk, mert még vannak fontos teendőink. Feksző. Tibike feksző. Mennyi HP-ja van egy ilyennek? 190, vagy látod, hogy milyen vaj szívem van hátra, viszlek megint, hogy ott nyugodtan takarékoskodja az energiáddal. Egyszer ez a jó szívem fog a sírba vinni. Bruce Lee-vel van dolgunk, úgy látom. Hát lehet, hogy korai magömlés lesz, de leszárom. Na várjál, várjál, van még itt egy kis meglepetés a számodra. És a végén egy stílszerű lefejelés, és berúgtuk a várkaput. A sárkány az... Ez nagy-nagy veszteség. A gonosz rajt, az tovább. Köszönöm, ember! Nem tudom, hogy történt, de pont időben érkeztél. Egyébként még be sem mutatkoztam. Tibold vagyok, és nem hetvenkedni akarok, mert igaz, de én vagyok a törpék királyának. Tom Digornak a fia. És mi lenne megmentőm neve? Megmentettelek, haver.
Hú, milyen pöröly van nála. Azt mondod, az apám küldött? Nos, a legmegfelelőbb embert választotta. Láttam csapataidat harcolni a démonokkal, nagyszerű volt a vár, már ellenállt két rohamnak is. Mennyi időre és energiára lesz szükség, mire minden a régi lesz? Sok sikert. Én azt nem várom meg, haver. Várj egy percet, szeretném visszafizetni nagy lelki segítségedet. Köszönöm, mit adnék fel, tudod, az aranyat a várvai építésére kell költenünk, bár vár csak. Homokóra. Ó. A kaszásnak pont erre volt szüksége. Az idő órája. Nagyon frankó. Szolgálj hűségesen, haver. Mit tud ez a pöröly? Támadás érték, törpék támadásait. Jaj, nem így akartam. Aha, ez így, ők ugye nem szívlelik egymást. Vehetek ágyusokat is egyébként. Végeredményben. No, azt a, itt tudunk kristályozni. 100 000 arany. Jó, hát. Nos, lássuk csak, le van írva mind. Az érdekes felmágius szubstanciájának hideg szintetizálása. Az átalakítás mértéke változó, az anyagigény minden használat során nő. A jelenlegi szintetizálási paraméterek. Mágius kristály 100 000 hatalomrúna, 100 000 elmerúna, 100 varázsúna, 100 000. Hát nekem varázsúnákra lenne szükségem. Azt kell tudnom, hogy mennyire, de azt ki kell lépjünk. Nem, most nem akarok, és akkor ugyebár koncentrációt szeretnénk, amiből kéne 4. Tehát konkrétan az teljes vagyonomat el kéne költenem, 400 000-et. 4 varázsrúnáért cserébe. Ez a koncentráció még jól jönne nekem. Várjál! Hát ez is jó nekem. Ó, ez kell nekem, most olvasom ezt a rúnakő képzettséget. Most ezt azonnal kapom, azt a 10... Mentsünk egyet, mert erre kíváncsi vagyok. Azonnal kapom. Csúcs, szuper. Elmerúnából jól álltam úgyis. Most már nem állok jól, ugye? De akkor mindjárt vásárolok ennél a törpnél a koncentrációhoz. Egyet vásárolunk mindenképp.
Oké. Egyelőre ennyi. Most hatalom rúnából van rengeteg nálam. Aha, és itt vannak ezek a démoni ivadékok. Alig erősebb. Milyen egységeid vannak? Hát figyelj. Beverem. Föld alatti tengerhez. Aha. Akkor menjünk el a föld alatti tengerhez, mert majd meg akarok nézni. Mégpedig az, hogy itt tudok óriásokat venni, ha jól emlékszem. Ja. Mert akkor... Cseréljetek helyet. Erős, erős, itt mindenki erős. Na nézzük. Mit tudunk veletek kezdeni? Ez mi ez? Elszívja a célpont lelkét meg a 10. harcos csapatban. Csak az élőkre van hatással. Naj, pont a tüzért kellett átpakolni. Nyád. Aha, sebződöm. Megnézzük, mit tud. Cefet. Az animáció, az cefet. Hmm.
Ez úgy nem jó. Oké, megint gyögyás voltam, nem onnan kellett volna. Mindig elfelejtem, hogy melyik hogy támad. Visszavonulunk. Aj, nem jó. Facundo. Nézzük a feltámasztásokat. 5-5.
Egy kis mana szívás, hát ha. Úgy alakul, hogy jól alakul. Hát ide lépje. Jó. Szolgálatot tett ez a kis jéggolyó. És feltöltődött a feltámasztás. Mint a mana is feltámasztásra is elegendő lesz most már. Ez így jól alakult a végére, pedig nagyon szarul indult. Még a küklopszt is el tudja húzni. Nem érek oda. Feltámasztásban nem kell senkinek ellenben. Ő neki nem mehet ugye a gyógyítás. Újfent. Fel kell ismernünk a szituációt. És a végén lefejelem a küklopszot. És nem vesztettem egységet. Figyelj, lélekszívás jöhet. Élek Harden csúcsai felé. Ez itt a kijutást jelenti számomra. Ugye itt vissza tudok menni. Kis vonattal, ahogy érkeztem. De egyelőre még itt akarok kalandozgatni, ugye megyünk is vissza. Csak meg akartam bizonyosodni róla, hogy ez az, amire gondolok. Ugye a tenger. Itt még volt egy enemy. Egy erős ellenfél. De én amondó vagyok, hogy őt is távolítsuk el innen. Ne okvetetlenkedjen nekünk itt. Jó, elég nagy területen kell harcolnunk. Jó, hát tőle elköszönünk, itt a játék elején. Kincseket felszedegetjük. Pontosság. Várakozzunk egy kicsit, hát ha jönnek közelebb is. Na, ez akkora pálya, hogy tüzéreim azok nem látják be megfelelően.
Ijjajjajjajjajjajj. Hupszi. Hupszi. Ez így kellemetlen lesz. Vesztettem egy sárkányt. Kettő. Hát vele vissza is vonulunk. Őt meg nem tudom hílelni, ugye szokás szerint. Az most hogy néz neki? Csak benne van a sárkányom így is. Akkor hanyagoljuk. Atya Isten. Kit idézel? Ó, de jó. Nyád.
Oké, róla is le van a gond, legalább többen elférnek a seregembe. Jaj, basszus. És már az alkimistának is leken egyet. Elég volt a pimaszkodásból, biztos úgy van vele. Üssünk egyet, megnézzük, hogy mi lesz. Ez 280. Tartom magam. Lélekszívás. A démonból kiszívunk egy kis lelket. Voltak nem kis veszteségeink, de... De lehoztuk azért. Abból meg lehetne 6 darabom. Jó. Kicsit átalakult a hadseregem. Nagyon erős.
Ojjaj. Nem szereti ezt a filmet. Thank you.
No. Hál' Istennek nem üldözött senki. Elkavart már innen az az óriás. Szerintem ő vele még nem kéne kikezdeni, mert meghaladja a képességeimet. Igen, innen jöttem, igaz? Korábban. Jó, ott a vonat, oké. Akkor itt visszamegyünk, a tengerhez most nem megyünk le. Óriásból maxon vagyunk, a törpékből nagyon nem vagyunk maxon. Abban nagyon cefetül állunk. De itt ebben a várban nem tudok csak ágyusokat venni, ha minden igaz. Meg alkimistákat, ja, abból mind a kettőn maxon vagyok. Ennek az entnek 1000 életerő fasza. Jó. Abból is tudna még érkezni hozzám, de hát az nem annyira e világon van, az az ent. Hanem át kell menni oda a démonok. Hova tűnt amúgy az a boss? Ott csatangolt korábban annál a várnál, de nagyon elvesztettem. Nem mintha nagyon bánnám. Na, nézzünk körül, hogy itt mi a helyzet. Lehet ilyen kartforgatókat venni. Jó, nézzünk ide is be, mert már nem emlékszem, hogy itt mik voltak. Ó. Jó. Gyűhettek. Oksa, hát ők... Ővelük nagyon nem tudok mit kezdeni. El kéne adogatnom pár ilyen szutykot. Meg vannak itt bányás, sisak, 500 ponttal vezeték képességet. Ez ugye 200 ponttal, 1 ponttal növelje a védelem. 28 000. Szerintem a csapatok támadása éjszakai harcok során. Hát... az éjszakai harcok során igazából rohadtul leszarom. A vezetői képességet ezt elég durván megdobja. Lehet, hogy kéne váltani. Hiába az a védelem ide vagy oda, de... De az a vezetői képesség azért... És látható már is. Tudok itten bővíteni a hadseregbe. Ez a fegyó, ez jobb lesz, ami fent van. Oké, hogy rúna kard, meg ez, meg az. Egy kicsi üvegcsemben vér van, óvatosan kell benne, ez ez van egy quest item, oké. Kisebb vár, amit a manók építettek. Ez rohadtul nem tudom, hogy ez mit is csinál, úgyhogy nézzük már meg, hogy ennek mi a létjogosultsága. Mert lehet, hogy semmi konkrétan. Használ. És akkor mit tudok itt csinálni? Manóvár. Én már ezt nem is tudom, hogy jobb oldali bejárat, bal oldali bejárat. Hát, jó. Nagyon izgalmas volt, igen. Szerintem úgy eladom, mint a húzat. Eldob info. Ah, mindegy, nem. Hát, ha van valami haszna majd a későbbiekben. Ezt eladjuk. Ezt is eladjuk. Pókhálók borított a tojás, nem kell. Ezt a sisakot még egyre nem, különleges zsák, ugye ez küldetés, ezt mondtuk, hogy nem. Sült patkány. Jó. Eladás. Aranyból készült rúd, ez is küldetés item, ez nem kell. Hát még igazából mana se kell ide, mert úgyse így töltöm fel, hanem naturálba toljuk, naturálba. Jó. Jaj, nem ide akartam jönni.
Ővel el tudok innen utazni. És akkor itt van egy kis XP. Nagyon erős. Alkimista, vörös sárkány és óriás. Hát ez szerintem toljuk le ezt a szemlélőt. Csatlakozott hozzá kettő törpetök, jó. Diplomáciánknak köszönhetően. Oké, kezdjük azzal, hogy a szemlélőt azt így lebárdozzuk. Jó, hát ha ti már ilyen közel jöttetek, ha már így alakult, akkor nézzem, hogy milyeneket sebzek. Akkor kaptok távolságiktól is. Hát azzal, az a mellé fogtál, haver. Most repülőteremtményem nincs, úgyhogy... Darázsraj. Igen. Sokat gondolkodott törpicsek. Olyan jó, hogy az óriás tüték, ez kifejezetten tetszik. Ő belemehet nyugodtan a sebzés. Szerintem vele várjunk. Igazság szerint akár itt bárdozhatunk is. Mekkorát kapott az öreg Enttől. Jaj, ne! Jaj, csak ezt ne! Pedig te! Fuck! Pedig ez jól alakult, és nem is mentettem itt előtte, ha minden igaz. Nem volt erre jellemző erre a játékra ez a sok fagyogatás, mostanában elkövet. Autószév az végül is volt. Az végül is volt, de nem a csata elején nyilván, hanem még itt a várba. Hát, jó van, újra neki megyünk.
Most kicsit más a taktik, úgy látom, mert egyből ide jött a goblin gyerek. Hát a szemlélőt megint belekezdem. A kutyusokat nyírjuk ki szerintem. Azok itt ne zavarogjanak. Ja, most sajnos nem jó a leosztás, mert ezelőtt az óriás támadgatták, és ez jobban tetszett. És rámentek a tüzérségemre. Nézzünk feltámasztást. Kettőt, egyet. Más ugye nem veszítettem. Mérgező köpet. Belehalt a mérgezésbe, haj, de szép. Na. Érdemes lehessen-e bárkit. Most azon gondolkodom. Alkimista. Alkimistába hílelünk.
Na. Ismételten. Bele 3-at, 9-et. Ez jó. Oké. Menjünk vissza. Ent. Ez fasza volt az a túlvilági vagy démoni terület begyűjteni azokat a sárkányokat. Hát szépen elszórakoztam végül is velük. Mostanra elfogytak teljesen. Megfelelő gyenge. Mindjárt várjál, csak ha töltődjön a manám, elég gyenge. Várjatok gyerekek, ha töltődjek egy kicsit. Törpe nekromant a háza. Törből is van nekromanta. Ezt látogattuk. Látogattunk itt már mindent. Ezeket az elég gyengéket szerintem kezdjük el legyakni. És csak azokat az egységeimet lövik ezek a szarháziak, akiknek fája. Igazán fája, hogy besebzik. Na, hogyha az óriást vagy az entet lőnék, az kifejezetten jó lenne. Tehát nem kívánság műsor. Jaj, de jó lászta ott középen. Szépen be lesztek mérgezve. Gonosz raj. Azzal is bekínáljuk őket. És megint lefagy. Azt hittem. Jó. Darázsraj. A legjobb hatékonyságú ezt a barbár tudom. Megdarazsolni. Oda mehet majd a feltámasztás, nagyon úgy tűnik. Az a baj, hogy a ágyusnak meg az alkimistának se ártana a feltámasztás. Viszont ugye a bárdosból, meg ebből a ágyusból ugye ott a várba tudok felvenni, úgyhogy igazából az alkimista, amihez sokat kell menni. Úgyhogy inkább őt fogom támasztgatni talán. De előtte még gyengítjük azért az ellent.
És véletlenül se üti meg az óriást. Véletlenül se. Kíváncsi vagyok, kit lő. Hát az ent az... ő köszöni, jól van. 1000 HP-jából lement 50. Most azt nézzük, hogy... feltámasztás az 3, 12, 6. Ez még lehet, hogy mindegy, leszarom. Lehet, hogy korai. Még fog lemenni belőle. Könnyen lehet. Nagyon jó, hogy itt töltődik a mana. Ismét jók vagyunk egy feltámasztásra. Tüzért kellene nyilván. Ez lenne az a legjobb, de... az alkimistából... nincs utánpótlásom, úgyhogy... vágtam egy gránátot. Sörfőző. Nagyon jó. Leadtunk egy questet, amiről nem tudtam, hogy itt bármit is le kell adni. Ja, és a démonokkal hadakozik erősen. Upszi. Sarokba szorultunk volna. Upszi. Most tényleg abba szorultunk. Nyolc óriás, ez azért úgy kellemetlen.
Felhergeltük a kicsikét. Jöhet a raj. Hány körig tart ez? Két kör. Most kidobtam, hogy mit csináltam hozzá a tekercse. Facundo, hát rá akartam tenni erre az óriásra, de azt írja, hogy nem volt kijelölve egység. Hát persze, mert utána akarom kijelölni, ez szerencsétlen.
Akkor teszünk rá ilyen reménytelenséget. Valami legyen. Csak a küklopszot meg tudom darazsakkal támadni, vajon? Próba cseresznyi. Jéggömb egyértelműen. Nagyszerű. Jajta. Eggby.
kell várnom, hogy eltipegjem. Az útból. Miért ilyen szar a moráljuk amúgy? Bogácsó. Jaj, már megint. Utamat állják. Akkor úgy poén kedvéért nézzük meg, hogy mi történik? Harcoljunk egyet, aztán meglátjuk. Sietség? Valami sietséget rakott rá. Fú. Ez fájdalmas volt. Hova jössz, haver? Sokallom. Oh!
Nem már, fuck. Nagyon kapja szegény. Wow. Mindegy, kénytelen vagyok így megoldani. Hát. És az entet se izélhatom. Healelhetem. Vicc. Majd 1000 HP-s lényem, és nem healelhetem, amikor arról szólna az egész fáma, hogy orba szájba healeljem. Ez... ki van ezt találva? Ne legyen jó. Boostokat rak az egységeire, vagy nem tudom. Ez most mi volt, mindjárt megnézem. Igen, most támasztottam fel belőle néhányat, köszi. Viszont közeledünk a 35 harakhoz, és az már nekem jó lesz. Kifejezetten jól fog esni. Oké. Okay. Hát ez a... inkább lépek egyet, aztán majd meglátjuk. Egy. Szépen megy le az óriásnak is az élete. De megvagyunk. És akkor kéne nekem egy... egy ilyen. És mondjuk... én ide akarom rakni. Oda néz,
Cefet. Hát a papból nagyon gyorsan semmi nem marad. Én még kincseket is veszek fel közben. Jó lenne, amíg összejönne 30 mana, hogy a alkimistából is tudjak valamit támasztani, mert ez így nagyon fáj, ami most történik. Vele most így gyakorlatilag. Ebbe ugye egyedül csak a pap sebződik, mert a többi lebeg. Megint jó helyre állt, mert igazából ez a jéggömb ez úgy működik, hogy ilyen sréjén tud támadni. Tehát minden olyan formáció, ahol most a pap áll, azt most kifejezetten jól meg tudja támadni. És le is viszi a 30-at, jól van. Jó szolgálatot tett ez a kis jéggömb. Most nem fogok tudni vele senkit megütni a következő körben. Hát itt már a feltámasztás úgy jön össze, úgyhogy akkor mehet a csatabárd. Ezt nem veszítettem, amit veszítettem, de a bosst azt kinyírtuk. Csak így mellékesen csuklóból. Egy 20 000 arany. Már ő sem rontja itt a levegőt. Ah, és itt van a alkimista is, jó van. Most ezekből a törpékből kellene új fentettségeket kreálni. Visszamegyek. Ja, ott kartforgatókat tudok, ide át kell, hogy menjek sajnos. És akkor itt fogok tudni. Jó, vissza. Itt is lettek volna.
megfelelő. Hát akkor csináljunk itt is egy kis rendet. Tanítsuk a móresre ezeket a kiklopszokat. Mi az, hogy nincs célpont kijelölve a varázslathoz? Hát... Nem is értem. Ja, hogy itt nincsen egy illetve kettes, értem. Akkor miért nem azt írja ki? Teleportáció. Mert ez olyan jó. De a varázslataim 90%-át nem is használ, pedig ilyen frankók vannak, mint ez is.
901-et. Anyám, borogassa. Gondoltam, hogy nagyon nagyot fog ütni, de azt nem vagy ekkorát. 901. 25 HP-ja maradt, azt a büdös. Hát én ennek nem merek akkor visszaütni, mert akkor egyet fixen veszítek, akkor leütjük ezt. És lefagyunk. Na jól van. Uninstall lesz ebből lehet. Köszi a figyelmet, hello!